Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Fazekas Gergely vagyok, és az én megtisztelő feladatom az, hogy most egy bő fél órában valamiféle bevezetést nyújtsak Johann Sebastian Bach János passiójához, ami természetesen egy lehetetlen feladat, hiszen bő fél órában bármi lényegeset mondani egy ilyen súlyú műalkotásról, azt gondolom, hogy nálamnál sokkal kvalifikált embereknek is megterhelni a szellemi képességeit, de megteszem, amit tőlem telik. Induljunk el időben visszafelé, ugyanis ma nyilván mindenki tudja, hogy nagy hét idején, vagy húsvét közelettével a János passiót rengeteg előadásban lehet hallani minden városban, a világ szinte minden pontján. De hosszú ideig ez nem így volt, és azt lehet mondani, hogy csak az utóbbi évtizedekben foglalt el a János passió azt a helyet, amit ma is elfoglal a zenei életben. Ugyanis Johann Sebastian Bach passiói közül a Máté passió volt az, ami gyakorlatilag az újrafelfedezését követő másfél évszázadban egyediliként képviselte Bachot ebben az időszakban. Ennek több oka is van, az egyik valószínűleg a 19. század végére vezethető vissza, jelesül arra, hogy a legnagyobb hatású és máig számos mozzanatában referenciaként használható Bach életrajz Philipp Spitta műve, hát nem tudom, hogy fogalmazzak finoman, azt írja a János passióról, hogy ez nem a legsikerültebb Bach művek közé tartozik, és nem is lehet egy lapon említeni a nagy Máté passióval. És tulajdonképpen a historikus előadói gyakorlat népszerűvé válásával az 1960-as, inkább 70-es évektől lett valóban pár darabja a Máté passiónak a János passió. Ez persze valószínűleg azért is mondta Spitta, mert a Máté passió gyakorlatilag letisztázott formában maradt ránk. 1736-ban Bach készített belőle egy egészen csodálatosan szép kaligrafikus tisztázatot, vagyis rögzítette a műnek az általa elképzelt ideális vagy végleges alakját. A János passió esetében azonban erről nincs szó. Christoph Wolff, a jeles Bach kutató úgy fogalmaz, hogy a János passiót a befejezetlenség aurája lengi körül, és azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a János passió így, hogy Johann Sebastian Bach János passiója nem is létezik, mert több János passiója van Johann Sebastian Bachnak, legalább négy, és ezt megpróbálom mindjárt megmagyarázni, és aztán vissza megyünk időben az egész műnek a korabeli kontextusa megismeréséhez. Ugyanis 1724-ben mutatta be a művet Johann Sebastian Bach Lipcsében, ahol ő még ugye viszonylag frissen volt jelen, mint a Tamás templomnak a karnagya, a Tamás iskola tanára, és hát tulajdonképpen ebben a tisztségben Lipcsevárosnak a zeneigazgatója, és bemutatta a művet, majd a következő évben egy másik, valószínűleg egy másik passiót akart előadni, de valamiért az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy mégiscsak a János passiót fogja bemutatni, és átdolgozta a darabot. Ez akkoriban egy teljesen természetes dolog volt, részben azért is dolgozták át, hiszen ugyanaz a gyülekezet hallgatta ugye minden évben a passiókat, ugyanazt a történetet zenésítették meg, tehát nagyon ritka volt akkoriban, hogy pontosan ugyanazt a passiót többször is előadják ugyanabban a városban. Nem véletlen például, hogy Georg Philipp Telemanntól, Johann Sebastian Bach barátjától, a korszak talán legnépszerűbb zeneszerzőjétől 42 passió maradt fenn. Átdolgozta tehát a János passiót, lecserélte például a nyitótételt, ami egyébként hát valószínűleg a zenetörténet egyik legkomolyabb nyitótétele. Persze nem volt nagyon rossz csere, mert írt egy olyan művet, amelyet aztán átemelt a Máté passió első részének záró tételévé, tehát innen ismerhetjük. Majd néhány évvel, vagy egy bő évtizeddel később újra elővette a János passiót, és megint egy kicsit átdolgozta, sőt, az 1730-as években, amikor a Máté passiót is letisztázta, a János passióból is elkezdett készíteni egy tisztázatot, de valamiért a 20. oldalon abba hagyta. Nem pontosan tudjuk, hogy miért, összezördült a városi tanáccsal, ezt tudjuk. A városi tanács azt mondta, hogy most nincs szükségünk még egy ilyen nagy passióra, hogy a János passiót most ne adja elő újra. Az is elképzelhető, hogy megsértődött. Minden esetre nem készült el ez a végleges tisztázat, de élete végén 1749-ben nagy hét
nagy pénteken ismét a János Passiót adta elő, nagyjából visszaalakítva sok mindent az első előadásnak a kotta szövegére. Vagyis, ha valaki kezébe veszi a János Passió kottáját, akkor a fő kérdés az, hogy mit is vesz a kezébe, és az, amit ma hallani fognak, az tulajdonképpen egy nem létező János Passió, ugye ez kicsit hasonló eset mondjuk Mozart Don Giovanniával is, amit előadtak Prágában meg Bécsben, különböző módokon, de minden alkalommal annyira zseniális zenéket írtak hozzá a zeneszerzők, hogy fáj az ember szíve, hogy kihagyjon bizonyos tételeket, de azt gondolom, hogy végső soron ez talán nem is annyira fontos. Mert hogy az a zene, amit Johann Sebastian Bach a János Evangéliumnak feldolgozásához írt, szinte bármelyik életszakaszában, az egészen kivételes minőséget képvisel. Maga a mű egyébként az első, hát hogy úgy mondjam, a Bach halála utáni első előadását épp úgy Felix Mendelssohnnak köszönheti, mint a Máté Passió első újra felfedezését. 1833-ban adta elő Felix Mendelssohn, de valamiért a János Passió aztán egy bő 100 évig nem tudott megmaradni a repertoárban. Menjünk most vissza az időben, és egy pillanatra nézzük meg, hogy 1724-ben, amikor a János Passiót megírta Bach, akkor tulajdonképpen milyen közeg számára is komponálta ezt, illetve az ő élete éppen mely szakaszban tartott. Ugye 1724-ben 39 éves volt, csak az illusztráció kedvéért szeretném elmondani, hogy én most leszek 40, tehát hogy ugye Bachal kapcsolatban az ember mindig ehhez a kései híres Hausmann portréhoz, vagy Hausmann portréra asszociálunk, de épp úgy, mint minden nagy zeneszerző, Johann Sebastian is Bach is volt fiatalabb. Tehát, hogy ezt csak szeretném jelezni. 1723-ban, tehát körülbelül egy évvel a János Passió komponálása előtt, vagy bemutatása előtt került Lipcsébe. Előtte különböző városokban foglalt el különböző jellegű zenész tisztségeket, volt orgonista, volt, ahol egyházzenei feladatai voltak. Közvetlenül Lipcse előtt ő a köteni kálvinista udvarban szolgált, és tekintettel arra, hogy a kálvinista udvar, ugye a kálvinisták nem használtak a liturgia részeként figurális zenét, vagyis komplex, gazdagon hangszerelt, koncertáló zenét, ezért kötemben Bach kizárólag világi műveket komponált, és ami nagyon érdekes, hogy bár úgy tekintünk Bachra bizonyos értelemben persze joggal, mint a legjelentősebb luteránus egyházzenészre, egy levelének a tanúsága szerint ő a köteni években érezte magát a legboldogabbnak, amikor egyáltalán nem kellett írnia egyházi zenét. De amikor ő elfoglalta a helyét Lipcsében, ahova részben azért költözött, hogy a fiainak megadhassa azt, amit ő nem kaphatott meg, hogy egyetemre járjanak, akkor egy egészen elképesztő vállalkozásba fogott. Úgy döntött, hogy több évfolyamnyi kantátát ír a lipcsei istentiszteletek számára. Ugye ez azt jelentette, hogy minden vasárnapra és minden ünnepnapra az istentiszteleten elhangzó kantátát az adott héten megírta. Az első évben ez nem sikerült teljesen, hiszen rengeteg dolga volt, meg kellett ismernie a közeget, tehát néhány kantátát korábbi művéből vett át, de a következő évtől ez így haladt, hogy minden, nem tudom, szerda csütörtökön megkomponálta a művet, pénteken, szombaton ezt lemásolták, esetleg volt egy próba, de az is lehet, hogy nem, és vasárnap jött az előadás, reggel a Tamás templomban, délután a Miklós templomban, a következő héten pedig fordítva. A passiói és a halálát követő első rövid életrajzi összefoglalásban, az úgynevezett nekrológban azt írják, hogy összesen 5 passiót írt, ebből ugye 2 ismerünk, a János Passiót és a Máté Passiót, illetve fennmaradt a szövegkönyve a Márk Passiónak, és történt néhány rekonstrukciós kísérlet, mert azt is tudjuk, hogy milyen művet használt fel a Márk Passióban. Nem tudjuk, hogy a másik 2 passió az végül is megszületette, vagy esetleg a nekrológ szerzői tévedtek. Minden esetre az első passiója János Passió volt, amit Lipcsében komponált, és tudniuk kell, hogy ugye ez volt tulajdonképpen Bach, illetve hát minden korabeli luteránus egyházzenész számára a legjelentősebb zenei pillanat az egyházi évben. A másik, ahol ugye viszonylag sok zene szólt, a karácsonyi időszak volt, de húsvétkor a nagypénteken elhangzó passió
volt az, ahol a legnagyobb szabású művet mutathatta be a zeneszerző. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egész egyházi évet, azokat a kantátákat, amelyeket hétről hétre írt, tulajdonképpen ezeket koronázta meg 1724-ben a János Passió, és aztán 1727-ben a Máté Passió, és néhány évvel később a Márk Passió. És a János Passió e tekintetben nem is igazán különbözik a kantátáktól, egyszerűen az a különbség, hogy sokkal nagyobb szabású, de a zenei összetevők pontosan ugyanazok. Mit jelentenek ezek a zenei összetevők, vagy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy zenei összetevők? Arra gondolok, hogy Bach itt az 1720-as évektől kezdve, illetve hát már talán néhány évvel korábban is, egy újfajta zenei stílust kezdett el használni az egyházi zenében. Egy olyan zenei stílust, amelyet a legjobban a korabeli operához tudnánk kapcsolni, vagyis recitatívókat, ugye egyszerű kontinuó kísérettel, tehát csemballó és valamilyen mélyvonós hangszer kíséretével, vagy orgona és csemballó és mélyvonós, vagy és fagott, szóval ez mindig éppen aki ráért, ugye az játszott. Kíséretével énekbeszédszerűen mondja a szöveget az énekes, vagy mondják az énekesek, és a recitatívok között áriák szólalnak meg. Ugye ez az operából jön, az operából veszik át az egyházzenészek, és az operában eznek a dramaturgiai folyamata az úgy működik, hogy a recitatívokban halad előre a történet, és az áriák azok mindig megállítják a drámai időt, és reflektálnak az éppen adott szituációra, ugye az egyes szereplők maguk. Most azt gondolom, hogy ez viszonylag könnyű összerakni fejben, hogy amikor egy valóban nagyon drámai történetet, Krisztus szenvedés történetét mondja el a zenében, mondjuk Johann Sebastian Bach, akkor kézenfekvő ennek a zene dramaturgiai eszközrendszernek a használata. Vagyis, hogy a János Passióban és aztán a Máté Passióban is azt láthatjuk, hogy van egy-két nagy szabású kórustétel, nyitótétel, első rész végén, második rész végén, mert hogy ezek két részesek voltak, majd mindjárt ezt is elmondom, hogy miért. És ezek között, a nagy kórustételek között az evangélista szerepét magára öltő tenor szólista mondja recitatívóban a történetet, és amikor egyszer csak ugye a bibliai szöveget mondja, amikor egy szereplő megszólal, Jézus, vagy Pilátus, vagy Péter, akkor ezek a szereplők maguk, mintha operai figurák lennének, megszólalnak. És ezek között, ahogy haladunk előre a cselekményben, ezek között az elbeszélések között, olykor megállítván a drámai időt, áriák hangzanak el, amelyekben nem maguk a szereplők, mint az operában, hanem tulajdonképpen név nélküli szereplők reflektálnak a történésekre. És van még egy plusz eleme ezeknek a passióknak, amelyek borzasztóan fontosak, és az egész luteránus egyházzenei hagyományra vezethetők vissza, ezek pedig az úgynevezett korálok, vagy népénekek, amelyeket az Isten tiszteleten maga a gyülekezet énekelt. Bach korál feldolgozásai, tehát azok az egyszerű dallamok, amelyek Luther idejére vezethetők vissza, ugye némelyeket a hagyomány szerint maga Luther komponált, ezek rengeteg nagyon egyszerű és nagyon könnyen énekelhető feldolgozásban maradtak fönn a 17. század, sőt 16. század időszakából. Azt lehet mondani, hogy Bach korál harmonizálásai néha annyira bonyolultak, hogy nehéz elképzelni, hogy a gyülekezet valóban együtt énekelt, mondjuk a passióban, de azt se könnyű elképzelni, hogy valaki, aki megszokta, hogy elkezdődik egy koráldallam, ne kezdett volna el dúdolni félhangosan vagy hangosan, amiközben ment maga az előadás. Vagyis még egyszer összefoglalva, az összetevők, amelyekből egy ilyen fantasztikus műalkotás létrejön, ezek a nagyszabású kórustételek, amelyek megadják egy-egy adott résznek az alap hangját, a recitatívók, amelyekben halad a történet, a korálok, amelyek tulajdonképpen függetlenül attól, hogy a gyülekezet énekel, vagy sem, a gyülekezet hangját testesítik meg, és az áriák, amelyek reflektálnak ezekre a történésekre. Ugye azt mondtam, hogy ez az egész tulajdonképpen némi változtatással az operára vezethető vissza, és bár ez nagyon profán gondolatnak hat, de ezt már Bach idején is így gondolták.
Nem csak egyszerűen így gondolták, hanem nagyon-nagyon sokan felháborodtak, amikor ezt a gyakorlatot a zeneszerzők bevezették, és érdekes, hogy a lipcsei nagy templomokban, a Tamás templomban és a Miklós templomban egy vagy két évvel Bach odaérkezése előttig nem is volt gyakorlat, hogy ilyen nagyszabású zenét adjanak elő, hanem egy szólamú vagy nagyon egyszerű négy szólamú zenéket énekeltek, nagypénteken is így mondták el a Passió történetet. A leggyakoribb az volt, hogy Luther Márton, hát egyik legfontosabb zenész kollégája Johann Walternek az egyik feldolgozását énekelték. Volt néhány avantgárd figura Lipcsében, akik persze kísérleteztek azzal, hogy az újat behozzák. Az egyik ilyen Georg Philipp Telemann volt, aki ifjú korában a 18. század elején Lipcsében volt joghallgató, és ő az egyik kisebb templomban, a Neue Kirchében, az új templomban bemutatott ilyen produkciókat, de ezzel komoly felháborodást is váltott ki. Persze hát a zenészek nagyon szeretnek zenélni, tehát egyre erősebb volt a nyomás a városi tanácson, hogy az új stílust engedje be a templomba is, és Johann Sebastian Bach elődje, Johann Kuhnau volt az első, aki 1721-ben bemutatott, vagy 1719-ben bemutatott egy ilyen passiót, ez csak töredékesen maradt fenn, de ebből rekonstruálható, hogy nagyjából azt a módszert követte, ezt az operai módszert, amit Bach is használt. A felháborodással kapcsolatban hadd idézek egy korabeli szöveget, amelyet egyes kutatók azt feltételezik, hogy valami ilyesmi módon reagálhatott a lipcsei közönség konzervatívabb része is a János Passióra. Egy Christian Gerber nevű teológus írja az 1730-as évek elején a következőt. 50-valahány évvel ezelőtt az volt a szokás, hogy nagypénteken elnémul a templomban az orgona, és hogy ezen a napon nincs semmiféle zene. De a Passió történet, amelyet korábban egyszerű gregoriánban énekeltek, alázattal és áhítattal, fokozatosan odáig jutott, hogy a legkülönbözőbb hangszerekkel rendkívül összetett stílusban adták elő, olykor-olykor egy-egy egyszerűbb korált is belekeverve, amelynek éneklésébe a teljes gyülekezet is bekapcsolódott. Hogy aztán a hangszerek tömege újra visszatérjen. Amikor először adtak elő efféle Passió zenét, 12 vonóssal, számos oboával, fagottal és más hangszerekkel, sokan megdöbbentek, és nem tudták, mihez kezdjenek vele. Az egyik arisztokrata család padjában több elöljáró és nemes hölgy is helyet foglalt, és könyveikből nagy áhítattal énekelték az első Passió korát. Aztán, amikor elkezdődött ez a színházi zene, valamennyien megrökönyödtek, és ezekkel a szavakkal néztek egymásra. Mi lesz ebből? A nemesség körébe tartozó egyik idősebb özvegy így kiáltott fel. Isten óvja a gyermekeinket, olyan, mintha egy vígopera előadásán lennénk jelen. Hogy valóban így reagált-e a lipcsei gyülekezet Johann Sebastian Bach János Passiójára, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy egészen elképesztő újdonságként hathatott 1724-ben, hosszú évtizedek egyszerű Passió előadásai után, néhány ilyen új stílusú Passió kísérlet után Bach hihetetlenül drámai, és tulajdonképpen minden korabeli operát expresszivitásban messze maga mögött hagyó stílusával. Persze Bachot ez nem feltétlenül érdekelte, és nagyon érdekes tanulmányok születtek az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fogadta a lipcsei gyülekezet Bach kantátáinak az előadásait. És kérdés persze, hogy a Passió, ami egy kitüntetett zenei pillanat volt az egyházi évben, az ugyanígy működötte. De az derül ki, hogy valójában a lipcsei gyülekezet egyáltalán sehogy se fogadta ezeket a kantátákat. Borzasztó érdekes például, hogy a János Passió 1724-es első előadásával kapcsolatban semmilyen korabeli visszaemlékezés, naplójegyzet, nemhogy hivatalosabb vagy újságbeli híradás nem maradt fenn. Ugye tudniuk kell, hogy a kantátákat általában az istentisztelet lényegének számító prédikáció előtt és után, illetve ha kétrészes volt a kantát, akkor az első részt előtte, a második részt utána hallgatta a gyülekezet,
És tudjuk, hogy számos előkelő lipcsei polgár, akiknek egyébként éppen úgy, mint az operában bérelt padjuk volt a templomban, sőt, ezek a padok néha meg is voltak emelve egy kicsit, hogy lehessen látni őket, amikor elfoglalják a helyüket. Szóval, hogy ezek a jeles lipcsei polgárok sokszor kifejezetten a prédikációra jöttek, és a prédikáció után távoztak, vagyis pontosan akkor jöttek befele és mentek kifele, amikor éppen Bach kantátája szólt. Ugye említettem, hogy két részesek a passiók, ugye ez is arra vezethető vissza, hogy az első rész után következett mindig a prédikáció, és egyébként ma is az első rész után lesz egy rövid igehirdetés, utána egy rövid szünet, és utána fog majd következni a passiónak a második része. Nem tudom, hogy olvasta-e bárki is Rozmán Lajos a mai estnek a Spiritus rektora adott egy interjút egy néhány napja, az interneten elérhető, és ő abban arról kérdezik, hogy miben lesz más ez az előadás, vagy miben ragadható meg a lényege ennek az előadásnak, és arról beszél, hogy az időnek a kezelésében, hogy ma itt Bach zenéjével kapcsolatban mindenre lesz idő. És amikor ezt elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy erről feltétlenül kell egy kicsit beszélni ebben a bevezető előadásban, ugyanis az idő rétegzettsége a János passióban, de a Máté passióban épp így borzasztóan izgalmas. El is mondom gyorsan, hogy miért. Ugye egy bibliai történet elbeszéléséről van szó, vagyis egy nagyon-nagyon régi történetet mond el az evangélista, aki egyes szám harmadik személyben beszél ugye a szereplőkről. De a szereplők maguk megszólalnak, tehát hallani fogjuk ugye Jézust, meg a többi szereplőt, és ezt az elbeszélést ennek a régi történetnek a megszemélyesített elbeszélését megszakítják olyan korálok, amelyek az első előadás előtt mondjuk 100-150 évvel korábban születtek, de szerves részét képezik a korabeli közönség zenei gondolkodásának, vagyis tulajdonképpen a jelenlévő gyülekezetnek a képviseletében állnak azokon a bizonyos helyeken, ahol megszólalnak. Emellett ott vannak az áriák, amelyek ugyancsak ugye a modern kornak a reflexiói erre az ősi történetre, és ehhez erre rakódik rá manapság ugye még egy időbeli réteg, az a réteg, hogy 2017-ben egyáltalán mit értünk mi mindebből, mit valósítanak meg a muzsikusok, vagyis hogy ha belegondolnak, ugye sokkal-sokkal komplexebb időstruktúrája van ezeknek a passióknak, mint mondjuk bármelyik operának. Most itt nincs idő arra, és azt gondolom, hogy a jelenlévők nyilván jól ismerik Krisztus szenvedés történetét, hogy itt most végigmondja akár magát a történetet, akár azt jelezzem, hogy az áriák mikor és hogyan jönnek. Azt szeretném elmondani, hogy a fogadtatás történetnek a kacskaringói a János passió esetében talán arra is visszavezethetők, hogy ez egy sokkal kevésbé rendezett mű, mint a Máté passió. A Máté passióban minden egyes ária előtt van egy ariózószerű, ilyen recitatívó és ária közötti felvezetés. Eleve sokkal több benne az ária. A János passiónak, hogyha majd hallgatják, érdemes lesz figyelni azt, hogy sokszor hosszú időn keresztül nincsenek áriák, csak recitatívók és korálok váltakoznak, illetve a kórus néha belép, mintha ő is egy szereplő lenne, hiszen ugye olykor halljuk a nép hangját, és akkor ezt is megzenésíti Bach. Aztán egymás után jön egy egész rövid recitatívóval elválasztva két ária, mert hogy úgy tűnik, hogy Bachot itt egyedül az vezette a János passiónál, és talán ez adja az elképesztő drámai erejét, hogy oda jön egy ária, ahol annak szerves, drámai funkciója van, nem akart valamifajta nagy absztrakt szerkezetet létrehozni, miként a Máté passióban. De az is egy borzasztó érdekes kérdés, hogy a János passió, vagy akár a Máté passió egy borzasztó szűk körhöz jutott csak el a maga idején.
Gondoljanak bele, hogy a János Passiót előadták 1724-ben, ez is egyébként egy érdekes történet, hogy az volt a szokás, hogy a nagy Passiót azt az egyik évben a Tamás templomban adták elő, a másik évben a Miklós templomban. És amikor Bach oda került 1723-ban, és elkezdtek készülni az egyházi évre, és a közeledett a Passió, azt gondolta, hogy hát nyilván az ő első Passióját a nagy, a legnagyobb templomban, a Tamás templomban fogják előadni, de valahogy nem informálódott a városi tanácsnál, ezért kinyomtatta a szövegkönyvet, hiszen ez ugye ott volt a korabeli gyülekezetnek a kezében, és rá volt írva, hogy a Tamás templomban lesz az van az előadás. Városi tanács meglátta, és rémülten kaptak a fejükhöz, de hát hogy most az az év van, amikor a Miklós templomban lesz. És 4 nappal a produkció előtt fölhívták Bachot, vagy hát szóltak Bachnak, hogy nem a Tamás templomban lesz, a Miklós templomban lesz. Mire Bach, hát azt talán rosszul azt mondja, hogy kétségbe esett, mondjuk inkább az, hogy felháborodott, egy elég kolerikus alkat volt, legalábbis úgy tűnik a különböző csetepatéból a feljebb valóival, és végül is sikerült kompromisszumot kötni, hogy a Miklós templomban adta elő, de csináltak neki nagyobb teret a karzaton, hogy az összes zenésze elférjen, és felhangoltatták a csembalót, ezt külön kikötötte Bach, és végül is a Miklós templomban volt az előadás. De hogy visszatérve erre a kérdésre, hogy kik hallották ezt, 1724-ben hallotta a Miklós templomban jelenlévő gyülekezet. Aztán 1725-ben újra előadta, akkor már a Tamás templomban ott újra hallgatta az a mondjuk 2000 ember. Aztán még 2 előadása vagy 3 előadása volt Bach életében, és ennyien ismerték a művet. Ezzel szemben egy korabeli opera, ha sikeres volt, az ment 15-ször, adja Isten 20-szor, ugye az önmagában 20 000 ember, vagy akár 30 000 ember, aki hallja ezt a művet. Ehhez képest gondoljanak bele abba, hogy ma a János Passió, vagy egy Máté Passió, az mondjuk összevetve egy sikeresebb Handel operával, mennyivel inkább benne van a zenei köztudatban. Ugye ez a fogadtatás történetnek megint csak egy újabb kacskaringója, hogy lehet, hogy Telemann 42 passiót írt, és Bachnak csak 2 passióját ismerjük, de hosszú távon végül is Bach passiói váltak a repertoár részévé. És ugye ami még egy érdekesség, hogy tulajdonképpen Johann Sebastian Bachnak a passiói olyan embereket is megszólítanak a zenéjük révén, akik nem feltétlenül vallásosak, vagy nem vallásosak abban az értelemben, ahogy a lipcsei gyülekezet annó az volt. Mert azt gondolom, hogy ezt is fontos hangsúlyozni, hogy bármennyire is zeneként hallgatjuk ma a János Passiót, a János Passió nem zene abban az értelemben, ahogy egy Brahms szimfónia zene. Arra gondolok, hogy a János Passió az Isten tiszteletnek a része, mégpedig egy olyan Isten tiszteletnek a része, ahol egyszer az évben a zene sokkal fontosabb volt, mint azok a vallási szövegek, amelyek elhangzottak a templomban. Vagyis, hogy azt hiszem, hogy a helyes befogadása ezeknek a műveknek az, hogyha megpróbáljuk megérteni azt a spirituális tartalmat, amit közvetítenek felénk, és hát ugye ezeknek a mai produkcióknak is a jó részében, ha csak nem koncertteremben adják elő, ugye általában nem szokott része lenni a közönség felől a taps. Hadd zárjam a szavaimat, illetve ezt a bevezetőt, hogy legyen még egy kis idejük felkészülni, egy idézettel, ami ugyanerre a jelenségre reflektál, és azt gondolom, hogy nagyon helyén van, hogyha ebben a rövid bevezetőben őt idézem meg zárszóként. Kurták György, akinek a Bachhoz való viszonyát nyilván mindenki jól ismeri, egy alkalommal azt mondta egy beszélgetésben Bachhal kapcsolatban, hogy idézem, tudatosan abszolút ateista vagyok, de nem mondom ki, mert ha Bachot nézem, nem lehetek ateista. Akkor el kell fogadjam azt, ahogy ő hitt. Ott minden pillanatban imádkozás van. Az evangéliumban nem hiszek szó szerint, de egy Bach fúgában ott van a keresztre feszítés, ahogy beverik a szögeket. Az elmémmel biztos nem fogadok el semmit, de az elmém nem sokat ér. Köszönöm szépen a figyelmet.